azok számára, akik szeretnének érettségizni, a jelen helyzetben a szokásostól eltérő módon a lehető legkevesebb személyes kontaktussal járó, a lehető legrövidebb érettségi vizsgát kell szerveznünk. Ezért azt javasoljuk, hogy a vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei egyes speciális esetektől eltekintve ne kerüljenek megszervezésre, azaz írásbeli érettségi vizsgát szervezzünk. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentette, hogy az akciócsoport javaslata szerint idén csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznének. Ennek alapján törölnék az előrehozott, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat. Ez 30 ezer jelentkezést érintene, így legfeljebb 73 ezer érettségiző maradna. Ha csak írásbeli vizsgákat szerveznek, akkor a felére csökken az addig megszokott vizsgaszám. Szakmai szempontból egyetértek a javaslattal, mondta Sümegi József, a Bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója. Megítélése szerint az írásbeli vizsgák hű képet adnak a tanulók felkészültségéről. Fő időt és a fő hangsúlyt azt az érettségére felkészülők kapják most. Hiszen nem csak a végzősek érettségiznek, hanem nagyon sokan tesznek előrehozott érettségi vizsgákat is. Tehát ez érinti a 10.-11. évfolyamos tanulókat is. Tehát rájuk fektettük a nagyobb hangsúlyt, eddig legalábbis, és én azt gondolom, hogy ha valaki ezt komolyan vette az otthoni felkészülés, azokat a feladatokat, amelyeket kapott, azokat rendszeresen visszaküldte, bekapcsolódott az online órákba, akkor fel lehetett erre az érettségi vizsgára is, vagy fel lehet erre készülni. A technikai lebonyolításról szólva Sümegi József elmondta, jelenleg tervezés alatt áll az a rendszer, amely a legnagyobb biztonságot adja diáknak és tanárnak egyaránt. Vannak speciális helyzetek, ahol létfontosságú a szóbeli vagy a gyakorlati vizsgatétel is. Ilyen a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium, ahol sajátos nevelési igényű tanulókat is oktatnak. Bán Tamás igazgató elmondása alapján, ha a kormány elfogadja az oktatási akciócsoport javaslatát, akkor különösebb akadály nélkül meg tudják szervezni az érettségit. Ezen diákoknak pedig eddig is volt szóbeli érettségi vizsgájuk, mivel több esetben felmentésük van az írásbeli alól. Mondjuk olyan szakértői véleménye van, hogy a szóbeli módszereket részesítik előtérbe azoknak a gyerekeknek, idáig is csak szóbeli vizsgát szerveztünk, tehát az azt jelenti, hogy 2 tételt húz magyarból, 2 nyelvből, 2 történelemből, tehát ő nekik nem volt írásbeli vizsgarésze idáig se. Tehát hogyha ez így marad, szóbeli vizsgát nekünk mindenképpen kell szerezni, hiszen van ilyen diákunk jelen pillanatban is. Az akciócsoport javaslata alapján a vizsgákat májusban és júniusban rendeznék meg a járványügyi helyzet függvényében. Jelenleg azzal számolnak, hogy május 4-én kezdődnének a vizsgák.